És akkor folytassuk kevésbé tragikus sztorival, reményeink szerint legalábbis. A családok éve 2018, emlékeim szerint talán 1998-ból is volt egy hasonlatos történet, de mi azért is foglalkozunk ezzel, hiszen miniszterelnök úr kifejezetten szeretné most ebbe az irányba terelni ezt az országot, mármint a hölgyeket, valami módon arra rávinne meg az urakat is, hogy talán az eddigieknél kicsi erősebben próbáljuk a gyermekvállalást forszírozni. Ne úgy járjunk, mint Horvátország, amelyik most az elmúlt hírek szerint már majdnem, hogy elfogy 4-5 esztendő múlva, nem csak azért, mert kivándorolnak, mert azért egyszerűen nem születnek gyerekek. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkát köszöntjük a stúdióba, kezi csókolom. Jó, nekivezettem ezt a történetet ezzel a sztorival együtt. Horvátországtól nyugtassunk meg mindenkit. De nem akarunk Horvátország példáján maradni, azt gondolom. Szeretnénk, hogyha pont egy ilyen évforduló kapcsán mindenkinek fel lehetne fívni a figyelmét, hogy hát azért vagyunk a világon, mert egy csodálatos dolog a gyermek nemzés és a gyermek nevelés is itt van előttünk. Szerintem is ez a fontos a gyermekvállalás, illetve általában a családokról való beszélgetés kapcsán is, hogy hangsúlyozzuk az anyagiakat, beszéljünk az anyagi támogatásokról, kihívásokról, nehézségekről is adott esetben, mégis azért mi a legfontosabb benne. Én magam 3 gyerek édesanyja vagyok, úgyhogy egy nagy családban élünk, és azt hiszem, hogy valami olyan öröm a gyereknevelés az, hogy az embernek megadatott az, hogy gyermeket vállalhatod, gyermeket nevelhet, ami nem fogható máshoz. Vannak szakmai sikerek, vannak más típusú kihívások is az ember életében, ezek is nagyon fontosak tudnak lenni, mégis ott van a gyermekvállalás, mint valami ami máshoz nem fogható örömforrás, boldogságforrás, és a család, mint ilyen értelemben vett erőforrás mindannyiunk számára. Tehát erről a szépségéről beszélni, és a fiataloknak is már, akik még gyermekvállalás előtt állnak, elmondani azt, hogy mi minden pozitívum van benne, meg egyébként mi minden nehézség is, de hogy ez valami olyasmi, amiről adott esetben akár le is lehet maradni, hogyha nem gondol rá idejében az ember. Mennyire fontos mondjuk a fiataloknak az, hogy lássanak példát akár a trendi fiatal apukára és anyukára is, ugye a fiatal aloknál megy el ez a dolog, tehát ők azok, akik egyre kevésbé szeretnének gyermeket vállalni. Szerencsére az a helyzet Magyarországon, hogy a fiatalok szeretnének gyereket, tehát hogyha megkérdezzük a fiatalokat, akkor azt mondják, hogy ők házasságban szeretnének élni, és gyerekeket szeretnének, nem is egyet egyébként, hanem inkább 2-3-at, tehát ott a vágyak szintjén nagyon jól állunk. Aztán viszont azt tapasztaljuk, hogy ezek a vágyak ezek nem teljesülnek, tehát végül nem lesz gyerekük. Ma átlagosan egy magyar nő 30 éves kora után vállal gyermeket. Nagyon kitolódott a gyermekvállalásnak az időpontja, és ez sajnos úgy van, hogy aztán, hogyha későn kezdik ezt el, akkor utána tényleg nem teljesülnek ezek a vágyak, lemaradnak, nem valósulnak. Sajnos valóban úgy van, hogyha megnézzük a meddőségi problémákat is, amikről más kontextusban szoktunk adott esetben beszélni, ma már minden 7. házaspárnál Magyarországon meddőségi problémák vannak, ez egy nagyon komoly szám, tehát sajnos ez nem olyan, hogy vagy szerencsére, vagy nem tudom, ez nem egy olyan dolog, hogy mint az interneten megrendelek valamit, és 9 hónap múlva szállítják, ez nem így működik a gyerekeknél, tehát nem úgy van, hogy megszületett az elhatározás, és biztos, hogy abból tényleg 9 hónap múlva kisbaba lesz, lehet, hogy várni kell, lehet, hogy ez nem azonnal jön össze, és hát bizony úgy van, hogy minél fiatalabban, az igazán termékeny korában dönt így egy fiatal, annál nagyobb az esélye arra, hogy ez sikerülni is fog. 2018 a családok éve lesz, ez nem csak intézkedéseket, hanem programokat is akar. Mi lesz a része ennek az évnek? Már ezzel is indult január 1 évvel, amikor köszöntöttük az egyik első kisbabát, aki a családok évében született, illetve az ő édesanyját is, de azóta is tartanak a programjaink, most, hogy jó idő van, most már ki tudunk menni a szabadba, nem csak Budapesten, hanem országszerte, sőt a határainkon túl is rengeteg ilyen programot hirdetünk meg, a családok éve honlapján ezek hozzáférhetőek, amire most például nagyon büszke vagyok, hogy a hétvégén volt egy óriási családi majálisunk kint a Margit-szigeten 2 napon keresztül, több 10 000 embert mozgattunk meg, és volt például egy legszelidebb motorosok elnevezésű felvonulás. A legszelidebb motorosok ugye arról szól, hogy van ez a kis fröccsöntött műanyag kis motor, ami szerintem egy magyar 2 évesnél státusz szimbólum. Nem, hogy aranyos, zseniális, mindjárt jövök, igen, ezt kinéztem magamnak. Magyar 2 évesnél státusz szimbólum. Ez státusz szimbólum, tehát egy 2 éves kis motor nélkül érkezik a játszótérre, az olyan, ciki. Tehát az nagyon-nagyon ciki. Nincs talán. Ilyen szerintem nincsen, állítólag a legnagyobb példányszámban eladott jármű Magyarországon a kis motor.
szor. Ez egy magyar találmány, egy magyar építészmérnök találta ki, máshol nincs ilyen Európában, vagy a világon sem, és ezek a kismotorosok vonultak fel, 5000 ilyen kismotoros kisgyerek vonult fel a Margit-szigeten. 5000 kisgyerek, úgyhogy hogy tényleg én nagyon jól éreztem magam, és úgy láttam, hogy a picik is rendkívül jól érezték magukat. Ez a nap róluk szólt, és igazából arról szólt mind a két nap a családi majál is a Margit-szigeten, hogy ünnepeljük azt, hogy milyen jó együtt lenni, milyen jó félretenni a hétköznapi gondokat, és milyen jó megélni azt, hogy a család az tényleg egy nagyon erős, nagyon nagy erőforrás szám. Hát igen, férfiként láttam is egy ilyen kis motoros tömeget, de az 5000 az nem volt belekalkulálva, tehát egészen jól néz ki, és csendben megjegyzem, hogy 3, 2,5, 3 éves korig teljesen férfi és nő független, tehát a nemek egyenlősége tökéletesen mutatkozik. A kislányom talán még jobban is szerette, mint a kisfiam ezt a motort. Örökölhető természetesen, mert tönkretehetetlen, tehát ez gyönyörű berendezés. Ez elnyűhetetlen. Viszont... De a cipő elnyűhető vele. Persze, az orra. Az orra, azt ledarálják. Vannak ilyen apró lejk, ami az ember figyel, ugye mindig orros cipőt kell ilyenkor a gyerekre adni, mert különben a lába darálódik le. Bocsánat, csendes megjegyzés volt. Viszont itt is már azért picit látható az, hogy a fiúk meg a lányok aktivitása a családok éve kapcsán egészen más ebben a korban. Azt szokták volt mondani, hogy a világtrend az az, hogy egyre később vállalnak a hölgyek gyermeket, de ebbe belejátszik-e az, hogy a férfi emberek mellettük meg, hát hogy mondjam, nem teremtenek olyan helyzetet, amelybe kényelmesebben lehetne abba a bizonyos fészekbe egy gyermeket szülni? Én örülök, hogy felveti ezt a kérdést, mert amikor a gyermekvállalásról van szó, akkor hajlamosak vagyunk mindig a nőkről beszélni, illetve a nőkhöz beszélni, őket megszólítani, hogy, és elmondani azt, hogy miért fontos, vagy megkérdezni azt, hogy ők milyen akadályokkal szembesülnek, segíteni őket a munka-család egyensúly kialakításában, ami persze elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy könnyebben lehessen gyermeket vállalni, és a nők is nagyon kellenek ehhez, vagy elsősorban kellenek hozzá, de férfiak nélkül sem megy a dolog, és ez az azt jelenti, hogy anélkül sem, hogyha férfiak ott álljanak apaként, ott legyenek a családban, és szerencsére a mai magyar fiatalok például aktív, jelenlévő édesapák szeretnének lenni. Éppen ezért náluk is ugyanúgy fölmerül az a dilemma, hogyha éppen elindult a karrierjük, vagy hogyha éppen olyan az életük, hogy még más dolgokon van a fókusz, és nem érzik azt, hogy ebben nagyon beleférne egy kisbaba, akkor hogyan tudunk segíteni, adott esetben akár valóban jó példáknak a bemutatásával is, hogy ez vállalható, hogy ez akár fiatalon is vállalható, hogy segítséget kapnak hozzá, hogy anyagi értelemben is sok a segítség, a családi adókedvezmény, az otthonteremtési program, a munkahelyvédelmi akció, a GyedExtra, tehát számos olyan akció, bölcsődeépítések. Ott vagyunk rengeteg olyan támogatással, ami tulajdonképpen egy mai fiatal pár számára, azt hiszem mondjuk a 20-30 évvel ezelőtti helyzethez képest, lényegesen megkönnyíti a gyermekvállalást, vagy később a gyermeknevelést is. Hát a magam részéről sok sikert, további jó motorverseny szervezést szeretnék kívánni sok ezer résztvevővel. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.